Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Az elkövetkező fél órában gazdasági versenyképességről, Székesfehérvárt érintő fejlesztésekről is szót ejtünk, és hát aktuális kérdésekről. Stúdiónk vendége Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. A nézők kedvéért szeretném mindenképpen elmondani, hogy amit most látnak, ez a beszélgetés felvételről készült, tehát hogy lehet, hogy néhány fontos mai történés kimarad a beszélgetésünkből, de ennek tudják az okát, hogy ez ezért van. És én azt hiszem, hogy ha itt az elmúlt hetek történéseit figyelembe vesszük, akkor talán a gazdasággal kezdhetnénk, hiszen több alkalommal beszélgettünk már itt a stúdióban arról, hogy a járvány után, a járvány időszakában ugye az emberi élet volt a legfontosabb, és hát a második fontos lépés pedig az volt, hogy a gazdaságot sikerüljön talpra állítani, hogy a gazdasági versenyképesség megmaradjon. A külügyminisztériumnak számos és a magyar kormánynak számos ilyen jellegű programja volt. Nem is olyan régen járhattunk fönt Budapesten, ahol a Henonnal kötöttek hasonló megállapodást, hogyha jól tudom. Igen, nagyon fontos mérföldkövet hagytunk magunk mögött, amikor átléptük az 5 milliómodik beoltottat itt közösen együtt Magyarországon. Ezt köszönöm szépen a székesfehérváriaknak is, hogy részt vettek, és nincs vége még az oltásnak, még jelentkezhetnek, és erre biztatnám is önöket. Tehát egy fontos mérföldkövet léptünk át, és ráfordulhattunk a gazdaság újraindítása célunk és utunkra, célunk felé. És a gazdaság újraindításának egyik záloga, hogy segítsük azokat a vállalkozásokat, azokat a székesfehérvári vállalkozásokat, akik tudnak, mernek vállalkozni ebben a még talán bizonytalannak tűnő időszakban. A támogatásnak egyetlen feltétele van, azt kérjük, hogy a székesfehérvári munkaerőt, a székesfehérvári vállalkozások tartsák meg. Ha tudnak, teremtsenek újat, ennek külön örülünk, de természetesen az a fő, hogy megtartsák a munkaerőt, hogy a székesfehérvári emberek dolgozhassanak. Számos cég járt fenn nálunk Budapesten, vagy volt vendégünk itt Fehérváron, miniszter úr, és adott át támogatási okiratokat. Nagyon fontos döntések ezek. Mi az ő részükről is, tehát a cégeknek és vállalkozásoknak is köszönöm, hogy partnerek ebben az együtt gondolkodásban, és tudják és értik, hogy mit szeretnénk. Ők vállalkoznak, mi ehhez támogatást biztosítunk, és így meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, és Székesfehérváron, amely a magyar gazdaság egyik tartószlopa és támpillére, így fejlődhet tovább, és nekünk ez a legfontosabb. Vonzó volt ez a pályázati forma, azért azt összességében elmondhatjuk, hogyha itt visszagondolunk az elmúlt időszakra, akkor valóban sikerült megmozgatni a térségben működő vállalatokat, vállalkozásokat. Igen, három részletben, három ütemben hirdette meg a mi minisztériumunk a versenyképességnövelő támogatási formát, és valóban nem csak itt Fehérváron, hanem Fehér megyében és szerte az országban is népszerű volt ez a támogatási forma. Én azt hiszem, hogy mind az oltás, mind a járványkezelés, a járvány legyőzése tekintetében, mi pedig a gazdaság újraindítása tekintetében mi az elsők között vagyunk. Elsőként tudtuk megnyitni az országot, elsőként tudjuk beindítani a gazdaságunkat, így elsőként, ahogy miniszterelnök úr szokta fogalmazni, előzhetünk a kanyarban, vagy elsőként fordulhatunk a kanyarban a célegyenes felé, hiszen az a tervünk, és azt szeretnénk, hogy minél előbb visszatérjünk arra a gazdasági fellendülő pályára, mint 2019-ben a járványkitörés előtt voltunk, és erre minden reményünk megvan. Hogyha érdeklődnek esetleg innen a térségből, akkor mondjuk akár ezt önné is megtehetik közvetlenül, tud-e segíteni, lobbizni az itt működő cégeknek, vállalatoknak? Igen, természetesen az országgyűlési képviselője a saját minisztériumában is, és ott Budapesten a minisztériumokban is az a dolga és az a feladata,
hogy a fehérvári pályázatokat, a fehérvári kezdeményezéseket segítse, hogy abból sikeres pályázatok legyenek, és olyan kezdeményezések legyenek, amelyek meg is valósulnak. Úgyhogy én arra kérem és biztatom a fehérváriakat, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Én itt vagyok, és állok a Székesfehérvár rendelkezésére, mint ahogy az elmúlt 11 évben most is. Maradjunk egy kicsit még a külügyminisztériumnál, illetve az ott zajló munkájánál, hiszen ott is történtek változások. Vezetője, elnöke lett egy új testületnek, egy új grémiumnak, hogyha fogalmazhatok így, de mi is ez pontosan? Igen, ez a Gazdasági Vegyes Bizottság. Számos Gazdasági Vegyes Bizottság működik a külügyminisztériumon belül, vagyis külügyminisztérium gondozásában, hiszen a Vegyes Bizottság azt jelenti, hogy van egy társ, jelen esetükben ez Georgia volt, ahol a Gazdasági Vegyes Bizottság társelnökeként Árvaledze miniszterhelyettes úrral együtt megbeszélhettük és eldönthettük azokat a befektetési irányokat, amik nyitottak Georgiában, és amelyekre mi magyarok pályázhatunk. Egy nagyon-nagyon ősi, régi, nagy hagyományokkal rendelkező országról van szó, amely hosszú-hosszú évtizedeken keresztül orosz, majd szovjet megszállás alatt nem tudott úgy fejlődni, ahogy szerettek volna és ahogy szeretnének. Én azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaságnak is, a magyar mezőgazdasági tudásnak óriási lehetősége van, hiszen a georgiai emberek szívesen fogadják azt a tudást, amit mi Magyarországról oda tudunk vinni. És vegyes vállalatok, vállalkozások, befektetési lehetőségek nyílhatnak meg. Ehhez mi a Gazdasági Vegyes Bizottságban azt gondolom, hogy jó alapot megteremtettük, és elindulhat ez a munka. Ez azért is fontos, mert nagyon sokan félreértik, amikor arról beszélünk, hogy milyen lehetőségek és milyen erő lakozik a keleti nyitásban, amit évekkel ezelőtt meghirdettünk. Nagyon fontos elmondani és leszögezni, hogy a magyar külpolitika a magyar érdekek képviseletén alapul, és minden, amit teszünk, az a magyar érdekek nem csak képviselete, hanem megvalósítása is. Tehát nem hiszem, hogy jó megközelítése akár a gazdasági együttműködésnek, akár a külpolitikának az, hogyha visszafele nézünk és valamiféle álomvilágban élünk, vannak olyan politikusok és vannak olyan politikai pártok Magyarországon, akik mindig is azt tekintették fontosnak, hogy kerestek valahol valamilyen erőcentrumot, amelyhez igazodni tudtak, amikor ez a Szovjetunió volt, akkor a Szovjetunió, amikor ma ez Brüsszel és az Európai Unió, akkor ma az, és ahhoz igyekeznek az ő politikájukat igazítani, ami önmagában nem baj, hiszen ők, ha ebben hisznek, akkor ebben hisznek, de az már baj, hogy az országot is úgy akarják irányítani, hogy kiszolgáljunk ilyen erőközpontokat. Természetesen a realitásokkal tisztában kell lenni. Oroszország egy realitás, Törökország egy realitás, az Amerikai Egyesült Államok is egy realitás. Az Európai Unión belül, ha körülnézünk, Németország ereje és nagysága egy realitás, amivel tisztában kell lenni, de mi mindig, akár nyugaton, akár délen, akár keleten, keressük a gazdasági együttműködés, a befektetési lehetőségeket, akkor a magyar érdekek mentén tesszük, és azt gondolom, hogy ezzel szolgáljuk a magyar emberek érdekét és a magyar emberek javát, és benne természetesen székesfehérváriakért is. Akkor mondjuk ez a vegyes bizottság is mondjuk erről szól, és nyilván mind a két félnek ez egy kölcsönösen előnyös dolog. Igen, mi most talán az ő szemszögükből nézve vagyunk az az ország, ami évekkel, évtizedekkel ezelőtt számunkra voltak, és talán még ma is bizonyos nyugat-európai országok és nyugat-európai és európai cégek, akik itt kívántak befektetni, amit mi örömmel fogadunk, de van már olyan erős a magyar gazdaság, hogy önállóan is képes keleten körülnézve, nem csak Georgiában,
hanem számos más országban befektetni. A befektetéseknél tartottunk, hát a befektetés a jövőben, mondjuk a környezetvédelem is, és hogyha itt az elmúlt hetekben gondolkozom, akkor mondjuk pont szóba került a Fehérvár tüdeje program, és a közösségépítés is. Ez már mondjuk inkább Székesfehérvár és az országgyűlési képviselői munka. Igen, ahogy fogalmazott, a kettő természetesen összefügg. Amikor azt kértek, hogy egy szóban próbáljam összefoglalni, vagy egy rövid mondatban, hogy mi a Fehérvár tüdeje program lényege, az a lényege a Fehérvár tüdeje programnak, hogy itt helyben, kicsiben is, itt Székesfehérváron nekünk is kell tenni azért, hogy egy egészséges környezetben élhessünk. És ennek egy pici-pici része a Palotavárosi Közösségi Kert, ahol jártunk, találkoztunk a palotavárosiakkal, és abban segítettük őket, hogy amit kértek, hogy öntözők annákkal gondozhassák a növényeket, nem csak a közösségi kertben, hanem a közösségi kerten kívül is palántákat és fűszernövényeket is vittünk, hiszen az a kert piciben megvalósítja azt, ami a feladatunk, hogy zöldé tegyük a környezetünket, és megóvjuk, és ha esetleg, mint azt 2010 előtt tették az akkori városvezetők, elkutyavetyéltek egy nagyon fontos részét Székesfehérvárnak, amit Alsóvárosi Rét néven ismerünk. De ezt akkor sikerült visszavásárolni, ugye? Akkor azt szerezzük vissza azért, mert ez ott van a Palotaváros mellett, a város szívében szinte, és hogyha most körülnézünk, akkor egy zöld rétet látunk, és hogyha a jövőben tudnánk látni, akkor én szeretném látni, hogy ott egy erdőt látunk. Majd, hiszen célunk, hogy minél több fát ültessünk. És hát már ez is indult a program keretében. Igen, a Hübner András utca mögött már azok a pici csemeték növögetnek, ami majd az ottani erdőt jelenti. Tehát ezen a réten most Palotaváros szívében mellett nem gyárkémények, üzemek vannak, hanem egy rét, és majd lesz erdő, és természetesen Magyarországként is így kell gondolkoznunk, hiszen ez a föld, ahogy szoktuk fogalmazni, kölcsönben van nálunk, unokáink adták kölcsönbe, tehát vissza kell adnunk, és meg kell őriznünk. És hogyha néhány száz méterrel arrébb, hát mondjuk azt, hogy sétálunk, vagy akár kerékpározunk, azért egy másik ilyen gyöngyszem a Sóstónak a természetvédelmi területe. Ott azért, mert hogyha valaki tesz egy nagyobb sétát tényleg a családdal, akkor azért látja, hogy mi az, ami ott megvalósult, és milyen, amikor újra éled a természet. Igen, azt hiszem, hogy az elmúlt 11 év egyik jelentős állomása volt, amikor azt a Sóstót, amiről én gyerekként azt hallottam, hogy az akkori idősektől, hogy ők még ott fürödtek, és a Sóstó nem csak egy kiránduló hely volt, hanem egy fürdőhely volt Székesfehérváron. És amikor gyerekként én arra jártam, akkor nem értettem, hogy itt, hogyan, miben, hogy lehetett ez egy élőhely és egy fürdőhely. És ennek nagy részét sikerült visszaállítani, és ma a Sóstó egy fantasztikus kirándulóhely, sétálóhely, a madarak élőhelye, és én arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy hétvégén, vagy amikor ráér, sétáljon egy jó nagyot a Sóston és a Sóstó környékén. És hogyha már kirándulóhelyeknél tartunk, be kell, hogy vajon mondjuk nyilván én elfogult vagyok, én például Tácz-Korzium irányában nagyon-nagyon kötődöm, ahhoz a területhez egyrészt Nádorfi Gabriela személye miatt is, másrészt meg hát azért, amit Gorzium képvisel, azért ott is vannak hasonló közösségi megmozdulások és hasonló kezdeményezések, elég, hogyha csak a színpadra gondolunk. Igen, Gorzium ügyében én is elfogult vagyok, mert mindenki indul valahonnét. Mindenki elkezdi valahol az életét, és talán hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdi a felnőtt életét. És amikor én elvégeztem a gimnáziumot és leérettségiztem, akkor nem volt ilyen egyszerű az egyetemre bejutni, mint ma. Első nekifutásra nem is vettek fel,
valahol el kellett kezdeni a fiatal felnőtt életem, és én a múzeumban dolgoztam egy évig, mert második megfutásra felvettek, maradt egy év, amit én ott töltöttem, ott dolgoztam, és Gorzium maga volt annak az egy évnek, augusztus 15-én, amikor elkezdtem a munkát, az első állomás helye, hiszen akkor kezdődött a gorziumi nyári színház Karinthy Márton rendezésében, és természetesen színészek játszottak, és voltak profik, a színészek és a rendező, de hát aki élt és mozgott a múzeumból, köztük én is segített, én a kellékeket intéztem, én voltam a kellékes, a berendező, a színészeknek az öltöztetője is részben, Szilágyi Tibor, Benkóczi Zoltán, Pécsi Ildikó hát játszottak, és utána ez hagyományá is vált, igen, és abban bízunk, hogy most ezt a hagyományt újra tudjuk éleszteni, hiszen sikerült a gorziumi szabadtéri színpad megépítésére kapnunk 20 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amit köszönünk, és ez a színpad már készül és épül, és épül és szépül a nézőtér is. Ez nem azon a helyszínen van, mint akkor 1977-ben volt, mert akkor az akkori a fórum egy bizonyos része szolgált színpadként, és ott magasodott a nézőtér, hanem van egy amfiteátrum jellegű nézőtér, és ott a színpad, és abban bízunk, hogy júliusban az évadot valóban el tudjuk kezdeni. Tehát nagyon fontos, hogy honnét indultunk. Én a múzeumból indultam, és én örök életemben hálás leszek Ficsiano bácsának, igazgatónak, Évanének, akik engem felvettek, és egy hatalmas generáció. Generációk voltak akkor a múzeumban. Kovács Péter, Kovalevszky Márta, Demeter Zsófi, akkor kezdett Fülöp Gyula, aki már nincs közöttünk, Antoni Judit, Nádorfi Gabi. Gelencsér Feri, Geli, aki fotózott a felesége, Lakaterika, aki mindent szervezett. Tehát ez egy fantasztikus, nem csak munkahely volt, hanem egy közösség. És azt hiszem, hogy ennek a közösségnek és Ficsianónak tartozunk annyival most, amikor 100 éve született, hogy az emlékét nem csak gondolatban őrizzük, és a hagyományt Kovács Lóri igazgató helyettesként a gorziumot viszi tovább, és ez nagyon fontos szakemberként, de nekünk fehérvárjaknak azt gondolom, meg kell őriznünk Jenő bácsi életművét és emlékét, és azt hiszem, hogy az az épülő, újjáépülő rendház, amely a ma a Szent István Király Múzeum fő épülete, kell, hogy a jövőben is szeretném kezdeményezni, hogy legyen ott egy Ficsianó emlékszoba, ahol Ficsianó tárgyait, dolgait, amit maga után hagyott, emlékeket, azokat bemutassuk és megmutassuk a fehérváriaknak, hogy ki volt az a legendás múzeumigazgató. Egy dolgot nem fogunk tudni megmutatni, a legendás kutyát, a Démo nevű írszettert, ami nekem azért szintén egy emlék és egy kötődés, mert az én kutyám a Démo kölyke volt. Tehát akkor több szempont is. Rémó néven, mert hogy mégis csak emlékezzen rá, de én Jenő bácsiktól kaptam ezt a kis kutyát akkor, amikor 1973-74 körül, ami az ő kutyájának a kölyke volt, hát ez legendás volt, hogy Jenő bácsi a Hoch László utcából a kutyával átsétált, akkor még az Országzászló téren, akkor a Gagarin térnek hívták, a múzeum főépülete ott volt, ma is múzeum épület, és átsétált az irodájába. Úgyhogy én szeretném, hogyha ebben az új múzeum épületben lenne egy Ficsianó emlékszoba. Hogyha már eljutottunk az új múzeum épülethez, hát azért ott is napról napra, hétről hétre lehet látni, hogy folyamatosan alakulnak a dolgok. Erről mit lehet tudni, hiszen ez szintén egy nagyon nagy volumenű felújítás. Igen, ez is természetesen, mivel múzeum, és mivel én elfogult vagyok, ezért szívügyem volt, és én sokat dolgoztam személyesen is azon, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, és időre elkészülhessen, hiszen szeretnénk az Árpádok művét
22-ben bemutatni az Aranybulla emlékév kapcsán is a Királyok és Szentek című kiállítást, és hol lehetne méltóbban bemutatni az Árpádok művét, mint itt a mi városunkban, Székesfehérváron, hiszen az Árpádházi Királyok minden szálon Székesfehérvárokhoz kötődtek, nem csak az Aranybulla, hanem Szent István városában vagyunk, a nemzet történelmi fővárosában vagyunk, az Árpádok városában vagyunk, tehát az Aranybulla emlékévben szeretnénk az Árpádok művét bemutató kiállítást a mi múzeumunkban megrendezni, és hogyha az főutcán sétálunk, akkor már látjuk, hogy újul meg a régi épület, a régi rendház épület, és ahogy épül az udvaron az új épület, a fogadó épület, a látogató központ része a múzeumnak, ahonnét méltó módon és kényelmesen megközelíthető lesz majd a kiállítótér. És abban bízom, hogy 2022-nek ez egy kiemelkedő esemény lesz, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segített ebben a munkában, hiszen ez nem egy magányos harcol csak ezért, hanem sokan dolgoztunk és dolgozunk azon, akik az előkészítésben segítettek, azoknak, akik ott dolgoznak, és tartják a határidőt, és igyekeznek, hogy minden időben elkészüljön, és fantasztikus minőségben elkészüljön. Köszönöm szépen. Igen, itt már korábban is beszélgettünk, a látványtervet is láthatták, meg hát ezen a beszélgetésen is láthatják a fehérváriak. Szinte hihetetlen az, hogy mennyire átalakul majd a belső tér, egy teljesen más környezet fogja várni az érdeklődőket, úgy, hogy hozzáteszem, nekem például speciál most a belső udvar egy kedvenc részem volt a múzeum épületében, de ennél sokkal nagyobb és impozánsabb dolgokra lehet majd számítani. Igen, az egyik udvar megmarad, a templom felüli díszudvar megmarad, ahhoz nem nyúltunk, vagy a felújítás nem érinti azt a részét a múzeumnak. Nyilván az is megújul, de marad egy udvar, amely fantasztikus lehetőséget biztosít nyáresti kamarazenei koncertekre. De a másik udvaron, amely a volt gazdasági udvar volt, egy 21. századi építmény magasodik majd, és ez lesz az épület, amely látogatóközpontként, bejáratként fogadja majd a múzeumba érkezőket, és innét lehet majd megközelíteni az első és második emeleten a régi rendház épületben a kiállító tereket. Én nagyon szeretem, hogyha az újat a régivel valahogyan összevegyítjük. Tehát a régit meg kell őriznünk, azt meg kell becsülnünk, az fantasztikus, hogy ilyen épületeink vannak, de nem idegen tőle az új és a modern, és abban bízom, hogy a fehérváriak szeretni fogják. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönöm és hát talán megígérhetjük a nézőknek, hogy nagyjából egy hónap múlva ismét beszámolunk majd itt a köztérben az aktualitásokról. Köszönöm szépen, itt leszek. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, kellemes estét kívánok!